Több fát is kidöntött ez a trágyát szállító teherkocsi akkor, amikor az erdőbe hajtott. A járművet vezető férfit a tűzoltók szabadították ki a roncsok közül, a mentők ezután kórházba szállították. A férfi a balesetben súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínre kiérkező székesfehérvári tűzoltó egységek a teherautóról motoros láncfűrésszel eltávolították, feldarabolták a faágakat, valamint a ráborult fát, és ezt követően a mentőkkel együttműködve kiemelték a súlyosan sérült férfit a tehergépkocsiból. A hatóságokat egy közelben dolgozó méhész értesítette. A férfi egy hatalmas csattanásra lett figyelmes. Idejöttem autóval megnézni, hogy mi van. És akkor én egyedül itt telefonáltam a rendőröknek, meg a tűzoltókat mondtam, hogy hívják, mert azokra is szükség lesz, meg a mentők. A teherautó bal első kereke menet közben kidurrant, vélhetően ez okozta a balesetet.